Évek óta küzd a holtak sorsának megoldásával a tolnai önkormányzat. Igaz, nem egyedül, hiszen a vízügyi igazgatóság és a Dunadráva Nemzeti Park is felelős azért, hogy a horgászok által emlegetett ökológiai katasztrófa veszélye ne következzen be. Az alapvető problémát az eliszaposodás és a csökkenő vízmennyiség jelenti. Az elmúlt évben is 4-5 alkalommal tudott az igazgatóságunk is a vízpótlás koordinációjával segíteni a holtágak vízpótlásával. Igaz, hogy ennek az időszaka az kedvezőbb bemutatkozott. Azt mondhatni, hogy júliusban, illetve szeptember-október hónapokban volt tavaly évben vízpótlás. Most is várunk egy olyan kisebb dunai árhullámot, illetve olyan csapadékokat, esetleg a siónak a vízgyűjtő területén, amik lehetővé teszik a sió árvízkapunál egy víz visszaduzzasztást, és itt a holtágaknak egy vízpótlását. Egész egyszerűen nem érkezik annyi víz a holtágba, se az eső formájába, se akár a sióról, a déli holtág, se az északi holtág a faddi holtágból, nem tud annyi utánpótlást kapni, hogy megfelelő legyen a vízmennyiség. A vízszint az nem feltétlenül alacsony, hanem leginkább az a probléma, hogy a vízoszlop magassága alacsony. Tehát annyira el van iszaposodva már a meder, hogy nagyon kevés a víz a holtágba. Van olyan része a területnek, ez egy több mint 200 hektáros terület, ami a város tulajdonában van. Van olyan, ahol majdnem száraz lábbal át lehet kelni az egyik partról a másikra, és ez óriási probléma. Vázolta egy korábbi interjúban a helyzetet Beke Zsolt vízügyi szakember és Apelszolfer Ágnes polgármester. A tolnai holtákhoz majd minden városban élőnek van valami kötődése, így a lehetőségekhez mérten vigyázzák annak élővilágát is. Nem véletlen, hogy a helyi horgász egyesület tagjai folyamatosan gondoskodnak a hal utánpótlásról. Ami most történik, az a csukatelepítés, az a halgazdálkodási tervnek egy pozíciója a ragadozó halak vonatkozásában, tehát a csuka előnevelt állományát fogjuk most vízre tenni. Lehetőség szerint, a reményeink szerint a lehető legnagyobb megmaradással számolunk az előnevelt csuka tekintetében. Amit most teszünk a vizen, az előnevelt állomány vízre helyezése. A város a karbantartási terveiben szerepeltette a Mádi Kovács zsilip helyreállítását, mely 10 év után korszerűsödhetett a napokban, felkészülve az esetleges duzzasztás beindítására. Rengeteg bejelentés is érkezik, hogy mi lesz a Dunával. Ez a sajnálatos tény viszont lehetőséget teremtett arra, hogy a Mádi Kovács zsilipnek a medrét kitisztítsuk, illetve a uszadékfa és a halfogó rácsot is kiemeljük, annak a korrodált részeit megjavítassuk, le lesz festve, majd vissza fogjuk várhatóan 1-2 héten belül helyezni. A vízügyi igazgatóság szakemberei szerint várhatóan a déli holtágból május elején, május közepére várható egy duzzasztás, és onnan kap egy betáplálást a déli holtág. Hogy az át tudjon folyni az északi ágra, ezért ki kellett venni a zsiliból elemeket, hogy a vízszintet be lehessen állítani úgy, hogy az át is kerülhessen az északi holtágba. És most május elején, ahogy ígérte a vízügyi szakma, elkezdődött a duzzasztás mindenki örömére. Továbbra sem érkezett számottevő csapadék a tolnai holtág vízgyűjtő területére, de hála Istennek megindult a vízpótlás. Múlt hét hétfővel a vízügyi igazgatóság Tolna megyei szakaszmérnöksége lezárta a sió zsilipét és elkezdte a siónak a visszaduzzasztását, és e hét hétfő reggel megnyitotta az úgynevezett kutyatanyai zsilipet, ahol is a déli holtág irányába a sióból érkezik a vízbepótlás. Hála Istennek, úgy láttuk már a tegnapi nap folyamán, hogy elég szép vízhozam érkezett. Most kollégáink épp azon dolgoznak, ott vannak, én innen látom is őket, ugye a zsilip tetején, hogy a tolnai holtágat, holtágrendszert ketté osztó zsilipből még a vízszabad áramlását akadályozó gerendákat is eltávolítsák, hogy mind a két meder részünket a lehető legtöbb vízzel lehessen feltölteni. Azt azért tudni kell, hogy a tolnai holtágnak a közvetlen vízgyűjtő területe az elég kicsit, innen gyakorlatilag mérhető vízpótlás nem érkezik. Ugye itt a különböző csatornák, amik levezetnek a város közeli területekről, ezekben igazából nincs csapadék, hát hiszen nem is nagyon esett eső az elmúlt időszakban.
Igazgatóságtól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy igyekeznek a lehető legtöbb vizet, egész pontosan az üzemi maximumig lehetőség szerint föltölteni a holtágunkat. Amennyiben erre mód is lehetőség lesz, ugye ennek az előfeltétele, hogy a síjon kellő mennyiségű víz érkezzen le, akkor azért az egy olyan vízszintet fog jelenteni, egy olyan biztonsággal tudunk a nyári várhatóan melegebb, meleg hónapokra fordulni, ami biztosítja azt, hogy nyári időszakban is kellő vízmennyiség legyen a holtágban. Átmenetileg tehát a katasztrófa veszélyt elhárították. De a végleges megoldáson egyelőre dolgoznak a szakemberek, mert ez a jelenlegi számítások szerint olyan összeget emészt fel, melyre sem az önkormányzatnak, sem a vízügynek, sem a nemzeti parknak nincs meg a forrása.